újabb negatív rekordot döntött a Velencei tó vízszintje, a jelentős apadás már a forgalomban is érzékelhető. A Velence korzón alig volt vendég, de olyan strand is van Gárdonyban, ahol a vízminőség miatt tilos a tóban fürödni. Míg a Velence korzó strandján sivatagi látvány fogadta a szombati látogatókat, addig az agárdi Szaba strandra sokan mentek fürödni. Bár itt sem magas a vízállás, de valamivel kellemesebb volt a fürdőzés. A szélben sokan a vízi sportoknak is hódoltak a hétvégén. A tó adottságai miatt itt még mindig sokkal több víz van a tóban, mint a Velence korzó és a Gárdonyi strandnál. Ezért aztán azt tapasztaljuk, hogy nálunk egy kicsit talán nagyobb a forgalom, mivel hogy ide jönnek az emberek. 100 éve halt meg Gárdonyi Géza, ebből az alkalomból országszerte megemlékezéseket tartanak az író tiszteletére. Szombaton az Agárdpusztai Gárdonyi Emlékházban idézték fel az egyik legjelentősebb magyar író alakját. Az ünnepségen részt vett Gárdonyi Géza dédunokája is. 100 éve az égbe költözött dédapám utolsó mondata az ágya mellett álló cisztaratjához így szólt. Az Isten az én szívemben lakik. Ezt vigyék magukkal a mai ünnepről. Mert ezzel cseng egyben Lengyel Gyula atyának az EGRI konferencián megfogalmazott tézise. Gárdonyi életsúlypontja a teremtő, megváltó és megszentelő Isten. És erre rímel Csévarga István József Attila díjas irodalomtörténész összegzése is, amely így hangzik. Gárdonyi művészként apostolkodott, emberként folyamatosan tökéletesítette magát, a szeretet parancsot igyekezett követni. Szent István és az Aranybulla bélyegeken című előadással folytatódott az Árpád-kori esték programsorozat a Szent István Király Múzeumban péntek este. A székesfehérvári bélyeggyűjtőkör előadásában a résztvevők megismerhették, hogy milyen ábrázolásai voltak a dinasztia kiemelkedő alakjainak, a városnak és az Aranybullának a 19. századtól kezdődően napjainkig. Székesfehérvárhoz kötődő bélyegábrázolás az 1972, ugye Székesfehérvár, tehát a város 1000 éves alapításának az évfordulójára készült egy bélyegsorozat, ahol Szent István, illetve az Árpádház szerepe a város fejlődésében, ez került ábrázolásra, illetve ugyanebben az esztendőben jelent meg az Aranybulla 750. évfordulója kapcsán egy Aranybulla blokk, ami ugye természetesen kötődött a Székesfehérvár sorhoz. Pénteken este megkezdődött az Alba Régia Fest Székesfehérváron. A fesztivál 2014 óta minden évben színesíti Székesfehérvár zenei életét. Három napon keresztül nem lesz megállás, hazánk legigényesebb zenekarai varázsolnak, és hódítják meg a várost az ingyenesen látogatható koncertekkel. Idén is a hazai jazz legnépszerűbb együttesei, előadói adnak koncerteket a Bartók Béla téren felállított szabadtéri színpadon. Elsőként az idén 30. születésnapját ünneplő Szendőfi Péter vezette, 1992 óta folyamatosan működő Fúzió Group koncertjét hallhatták meg az igényes zene barátai, majd jött a várva várt Szabó Gyányi kvintett. Minden évben három fontos pillére van, egyrészt az időjárás, másrészt nyilván a fellépők, ami a mi felelősségünk, illetve az a színvonalú infrastruktúra, amin ők megszólalnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy idén is minden biztosított ahhoz, hogy jól érezzék magukat a kilátogatók. Bízunk benne, hogy a jó idő hatására, illetve a program hatására minél többen ki fognak jönni idén is.